Na, kértetek filmet, mutassam be a kutyákat. Kamt? Akkor bemutattam őket. A másik kamera beszartva, és nem is a kamera szartva, hanem a USB ezéje. Nem lehet róla levenni a képeket. Úgyhogy megrendeltem egy ilyen kártyaolvasót. Szóval, a fekete újfullander az Irene. Ő nem az én kutyám, hanem a szomszédé. Azért nem szeretem ezt a kamerát, mert nem látom, hogy mit mutat. Nem látom a képernyőjét. Aha! Ha áthúzok rajta, akkor látom. Szóval van egyszer az Irene, de a szomszédé. Aztán van a Jackie, ő az enyém. A Jackie és az Irene rokonok. Szóval ugyanattól a tenyésztőtől lettek hozva, mind a ketten német származásúak. A Jackie-nek a Jackie-ről azt kell tudni, hogy a Jackie-nek az eredeti neve Nescapolitas Jackie. De mint kiskorában csak Pupinak hívtuk, ezért így rajta maradt az a név, hogy Pupi. És most már 5 éves, de még mindig Pupinak hívjuk. Na. Mondtam, újfullander, német, és 5 éves. Az Irene szintén 5 éves, de azt hiszem 3 hónappal öregebb a Jackie-nél. Ugyanattól a tenyésztőtől származik. Olyan különbségek vannak a kettő között, hogy a Irene az Irene az egy erélyes vérvonalú kutya, szóval ő az, aki itt megvéd minket. Az Irene az biztos, hogy ha betörő jönne, biztos, hogy megharapná. A Pupi az nem biztos, de a Pupi az nagyon ritt. A Pupit azt, vagyis a Jackie-t nagyon nehéz kihozni a sodrából, viszont ha kihozzák, akkor kinyitja a száját. Viszont nagyon ritka az, hogy szól valamit is, szóval nagyon ritkán ugat. Nagyon nyugodt, vérmérsékletű kutya. Hát olyan, mint egy újfullandinak kell lennie. Az Irene az harciasabb, vérmérzettű. A Tili pedig a legöregebb kutya, szóval a keverék kutyákból a Tili maradt nekünk már csak még, nem is tudom, 4 éve volt itt 10-valány kutya. Szóval még akkor foglalkoztunk azzal, hogy menhelyektől kutyát nem csak öregbe fogadtunk, hanem tartottunk is itt kutyákat menhelyekből. Még ki nem derültek turpisságok, hogy na mindegy, ez nem ide tartozik. A menhelyes. Tili, come here, come. Come, Tili. Come here, hawk. Come, gyere, hopp. Na, szóval Tili, kutyus. Na most mindegyiknek meg. Hé, lass ihm mal. Lass ihm ruhe. Nem igaz. Irene, lass ihm in Frieden. Hörst du nicht richtig? Na, szóval. A Tili baba, az egy misztri. Irene Lassim. Szóval a Tili az egy kis misztfisje. És ő itt a főnök. Szóval ő mondja meg, hogy mi legyen. Ő abrakolja a két nagyot. Na, a Tili származási helye. Ő egy, hogy hívják, egy jugoszlávia kutya, vagyis egy volt jugoszlávia kutya. Azt hiszem Szerbiából származik, igen. Szóval Szerbiába lett mentve 6-7-es korába találták az utcán, és ottani állatvédők, hát nem nevezném őket állatvédőnek, mert ottani emberek ezek, akik megtalálták az utcán, ahelyett, hogy valami menhelyre vitték volna, bevitték egy tőtunk stacionra, szóval egy sintértelepre, ahol az a sors várt rá, hogy elaltatják, és egy osztrák állatvédő szervezet örökbe fogadta, és így
ők elkezdték hirdetni az interneten keresztül, aztán a párom kifizette neki az oltásait, a útlevelét, mindenét, és úgy került ide. És hát ő, annyit lehet róla még így mondani, hogy retteg férfiaktól, nagyon fél emberektől, férfiaktól retteg, asszonyokkal, lányokkal egyben megbarátkozik, de férfiaktól retteg. Nagyon ritka az, hogy tényleg lát egy férfit, és egyből oda megy hozzá, általában megugatja. Érdekesség az is, hogy itt ő a főnök a nagykutyáknál, mégis a nagykutyáktól az utcán fél, és ez sajnos úgy jeleníti meg, hogy megpróbál agresszíven fellépni, és ezért megugat mindenféle kutyát, de ennek nem is lenne gond, mert ha elengedjük pórázra, akkor utána befejezi az ugatást. Hanem ha ketten megyünk el sétálni, úgyhogy én viszem a Tillit is, meg a Jackit is. A Jackie az oda akar menni minden kutyához játszani, de hogyha a kicsi elkezd ugatni, akkor a Jackie megpróbálja őt megvédeni, és akkor abból gondok akadnak. Ezért nem szeretek úgy elmenni sétálni, hogy viszem mind a kettőt, vagy viszem az egyiket, vagy a másikat. Csak hogyha ketten megyünk az asszonnyal, visszük mindkettőt együtt. Na. A Jackie-nek van még egy olyan tulajdonsága, hogy mikor először elmentem vele iskolába, kutya is suliba. Jackie! Akkor ott a kutyasuliba találkoztunk egy vesztivel. Hát a Jackie már akkor is, hát nem tudom, 20-valány kiló volt. 2 hónapos korában, hogy és ez a veszti, West High Terrier, az pedig mit tudom én, talán 2 kiló. És a Jackie, hát valami lett a kutyával, nem tudom, rálépett egy másik kutya, vagy valami, és a Jackie meghallotta, hogy nyüszít, odaszaladt hozzá, és onnantól kezdve neki jó volt, az ő kis izéje, barátja volt, és mindig akármi volt, ha nagyok játszottak, akkor a Jackie úgy állt, hogy ne rohanjanak neki a kis vesztinek. Nagyon szerette azt a kis kutyát, még oda jártunk kutyasuliba, és hogyha az utcán meglát valahol egy vesztit, vagy nem is kell vesztinek lenni, csak egy pici fehér kutyát, akkor azonnal oda akar hozzá menni játszani, megnézni, hogy hogy van, mint van. Ja, mit mondjak még róluk? Az Iron az nem tudom, hogy mennyit nyom, a Jackie az 60, 63 kiló a Jackie. Nem kispályások. Az Iron is biztos, hogy olyan körül van, olyan 65-70. Na, hát szóval más nem tudok mondani. Ha igazság szerint, ha érdekel, titeket ketten kérték ezt a videót, hogy mutassam be a kutyákat. Szóval, ha érdekel titeket a kutyáim jobban, akkor a videók között van egy olyan rész, ami egy saját, hogy mondják, nem is tudom. Szóval le vannak osztva a videók, tudjátok, izékre. Témákra is van egy olyan témakör benne, hogy új fullandi Jackie. És az az témakör alatt találtok több videót a kutyákról, főleg azokra az időszakokról, mikor kutyasuliba jártunk velük, mikor eljártunk úszni. Szóval Jackie az egy kiképzett kutya, egy emberment, vagyis igen, embermentésre kiképzett kutya a Jackie. Szóval, hogyha valaki mellette bele akar fulladni a vízbe, akkor a Jackie kihúzza. Az egy ilyen embermentő kutyus. De már nem, majd 2 éve nem voltam már bele gyakorolni. Úgyhogy azért örültem nagyon, mikor most akadt az a helyzet akadt, hogy szeptemberben mentünk volna most Magyarországra egy hétre nyaralni vízpartra. Tudtunk volna a kutyákkal gyakorolni, de hát nem jött össze. Irene!
Ne baj. Mi van? Mi van? Hívja játszani. Szerintem gyere játszani. Ájrin! Jön már hoftam itt. Na gés spílen, gé. Lass ihn mal Ruhe. Geh spielen. Na, los. Lauf. Lauf. Na szóval. Találtok ilyen videókat. Kutyákról. Ha érdekel benneteket. Szóval van több napos ilyen, ilyen mentő tanfolyam, amikor eljártunk menteni a kutyával. Szóval nem az van, hogy mentettünk, hanem a kiképzésről, meg ilyen kutyás hétvégekről van fent jó pár videó. Szóval, ha kettőtöket érdekel, akkor nézzetek rá. Többieknek meg nem tudom, aki ide tévedt erre a videóra. Csak azt tudom mondani, hogy egyelőre kiszórom azokat a videókat, amik vannak a kompjúteremen. Van még egy pár darab. Mindegyik egy kicsit régebbi. De ezt szerintem már észrevettétek már a vlogolós videóban. A csomagokról beszéltem, amiket már meg is kaptak. Hogy azokat feladom, pedig már odaértek már. Már múlt hét megkapták a csomagokat. Na. Jó van, én aztán megyek egy kört a kertbe. Nem tudom, vigyem, viszem a kamerát. Ja. Csak azt felveszem külön. Na jó van. Akkor kutyás videót itt befejeztük. Sziasztok!